Jussi an Jussi. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Jussi, aki boldogan élt egy udvarban sok-sok kakas és tyúk társaságában. Aztán volt ott még egy nagyon veszélyes farkas is a környéken. Nem egy szokásos farkas, hanem egy vegetáriánus, aki egyszer beosont a tyúkolba, hogy ellopjon néhány tojást ebédre. Szegény baromfik hangosan kotkodálva, fejvesztve menekültek szerte szeljel. A kis Jussi bátran kirakta magát. Kirágta magát a ketrecéből, és oda kiáltott a farkasnak. Hé, te brüss farkas! Ti kis körbelábú tacskó! A sertőtött farkast elöntötte a méreg, és elindult Jussi a Jussi felé. De Jussi gyorsan előkapott egy vödör hideg vizet, és jól nyakon öntötte a vege farkast. Aztán fogta az összes tojást, és szépen eldugta mindegyiket. De előbb kifestette őket, hogy mindegyik tyúk tudja, melyik az ő tojása. Innen származik a húsvéti racsorkodás, valamint a tojásfestés szokása. Öcsi, biztos vagy benne, hogy innen származik ez a szokás?